Kővári Bálint vagyok, a Training 360 vállalati megoldásokért felelős e-learning üzletág vezetője. 2009 óta folyamatosan dolgozom különböző e-learning megoldások fejlesztésén vagy bevezetésén. Ezek közt volt összetettebb, mint például egy szimuláció fejlesztése vállalatok számára, vagy pedig volt köztük olyan úttörő megoldás is, mint például a HD minőségű élő közvetítés alkalmazása egy oktatási folyamatban. Annak ellenére, hogy a különböző elektronikus oktatási megoldások már több mint egy évtizede velünk vannak, az e-learning definíciója még mindig nem egységes. Nagyon sokan, és legtöbben köztük én is, az e-learning definíciójának azt tekintjük, amikor valaki technológia eszközeivel elektronikus úton, struktúráltan végez tudásátadást. Vannak azonban olyanok is, akiknél például az e-learning definíciójába beletartozik a különböző e-learning oktatási keretrendszerek használata. Ha pontosak szeretnénk lenni, akkor azt kell mondanunk, hogy a struktúrált jelző nagyon fontos, amikor az e-learningről beszélünk. Ha van például egy fiú, aki egy rövid, 15 perces videóban elmagyarázza a Python programozási nyelv alapjait, akkor ő struktúráltan felépítette azt, hogy hogyan kell a Python alapjait megtanulni, hogyan tudja azt valaki nulláról megérteni. De ha valaki egy videóban csak annyit mutat be, hogy hogyan kell akkumulátort cserélni egy autóban, akkor az csak egy probléma megoldás, és önmagában nem tekinthető e-learningnek. Nem. Mielőtt a különböző nagy felbontású kamerák mindenki számára elérhetővé váltak, akár webkamerák, akár mobiltelefonok formájában, azelőtt sokkal népszerűek voltak a különböző szöveges alapú tananyagok, vagy éppenséggel a különböző flashes ActionScript alapú tananyagok, mára azonban ezek teljesen kikoptak, mivel már a technológia nem támogatott a legtöbb böngészőben. Más mond erre egy tanuló, más mond erre egy oktató, és más mond erre egy vállalati HR-es például. Egy tanuló számára az a fontos, hogy egy tananyag könnyen elsajátítható legyen, minél kevesebb idő alatt, és lehetőség szerint talán még legyen is szórakoztató. Egy oktató számára az a fontos, hogy egy tananyag könnyen karbantartható legyen, és ne kelljen rajta sokat dolgozni a lehetőség szerint egy kisebb módosítás miatt. Ugyanakkor egy vállalati HR-es számára a fő szempont az, hogy az e-learning könnyen riportálható legyen, könnyen ellenőrizhető legyen, hogy az abban lévő tudásanyagot elsajátították-e az emberek megfelelően. Egy e-learning tananyag hatékonysága 50%-ban a tananyag minőségétől, 50%-ban pedig a tanulónak az elszántságától, fókuszáltságától függ. Ha valaki tanulás közben mosvassal takarít, akkor a tananyagból nem sok fog megmaradni benne. Ha valaki azonban rászánja az időt a tanulásra, és egy e-learning tananyagot odafigyelve végez el, akkor nagyon hatékonyan a saját tempójában szinte bármit meg tud tanulni.